Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a frissen megjelent MTB MDA motor kocsi H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek. Először pár szó a modell eredetiéről. A gaznyártású MD-mod szerelvényeket 1970 és 75 között szerezte be a MÁV. Az eredetileg 6 kocsis könnyű motorvonatok egy podgyászteres motorkocsiból, egy a vonatfűtési generátor tartalmazó vezérlőpótkocsiból, 3 másodosztályú és 1 első osztályú betétkocsiból állnak. A típus elsődlegesen mellékfonali használatra lett kifejlesztve, de később interregionális forgalomban is használták őket. Érdekesség, hogy az összesen beszerzett 40 komplett szerelvény mellett további 2 szerelvény nélküli motorkocsi is készült. A 800 lóerős hidromechanikus meghajtású motorkocsik képesek önállóan is üzemelni, ezt a képességet rendszeresen kihasználták a múltban is, akár teher, akár nem a saját szerelvényből álló személyvonatok továbbításakor. A sorozatot 2011. június 17-ével vonták ki a forgalomból, az utolsó években már csak pár üzemképes szerelvény dolgozott Debrecen környékén. A modellezett jármű a 3017-es pályaszámú motorkocsi 2010-ben eredeti szintre lett visszafestve, majd 2013-ban sikeres futópróbát tett, és azóta a MÁV Nosztalgia, majd a MÁV Rail Tour szolgálatában dolgozik. A típust H0 építési nagyságban nagyszériás modellgyártó nem képezte le eddig, csak különböző kisszériás gyártók foglalkoztak a típussal, illetve építőkészletet lehetett belőle kapni. A szokásos MTB csomagolásból kiszedve elénk tárul a jármű. A kiegészítők 2 kis zacskóban érkeznek, a szerelvényeket, a kürtöket, a visszapillantókat, az ablaktörlőket és oldalt a lépcsőket, valamint pár alvász kiegészítőt nekünk kell felszerelni, és érdemes őket ragasztóval rögzíteni. Formailag a modell exakt leképzése az eredetinek. A fő méretek pontosak, a jármű jellegzetes részei jól eltaláltak. A korábbi kisszériás próbálkozások egyik neuralgikus pontja a tetői volt, ezt itt az MTB-nek sikerült helyesen leképeznie. Fontos rész ez, hiszen sokat ad a jármű karakteres megjelenéséhez. Ami például nekem volt korábban kisszériás MD építőkészlet, annak pont a teljesen fals tetői volt az egyik leggyengébb pontja, emiatt is adtam el, mert egyszerűen nem hasonlított, nem hozta azt az MD-s érzést, azt a látványt, amit az ember elvárt volna tőle. Nézzük meg most közelebbről a motorkocsi részleteit. A tetőn külön áttörtelem a szellőző rácsozata, alatta pedig egy térhatású fix ventilátor imitációt találunk. A szellőző dómja is szépen kidolgozott, formailag helyes elem. A hangtompító kiemelkedik a tető síkjából, rajta található a különálló elemként felhelyezett kipufogó, illetve az emelőszemek imitációi. A tetőn megtaláljuk még a podgyásztérhez tartozó 2 szellőzőt és a kürtöket, amik előtt az áttört rácsozat helyett sajnos csak egy teli fröccsöntött elem van. Ez utóbbiakat, a kürtöket és ezt a kis elemet nekünk kell felszerelni a járműre. A motorkocsi oldala szépen kidolgozott. Az ablakok és ajtók méretei helyesek, az oldalsó szellőző rostélyok finom rajzolatú elemek. A podgyásztér ajtajain a kapaszkodó különálló fém elemek, a vezetőállás ablakai mellett utólag felszerelhető különálló visszapillantók találhatóak, azonban a csomagban csak nyitott állapotú visszapillantó tükröket mellékelnek. A motorkocsi homlokfala szerintem jól eltalált, a fő arányok lekövetik az eredeti járművét. A szélvédők víztiszták, rajtuk keresztül be lehet látni a kidolgozott, de egyszínű szürke vezetőállásba. A kapaszkodók fémből készült filigrán elemek gyárilag fel vannak szerelve a motorkocsira. Az ablaktörlők is külön elemek, ezeket azonban nekünk kell felszerelni. A fényszórók mérete és kialakítása jól sikerült, leköveti az eredeti járművön található alkatrészekét. Elől a kis járótrepni textúrált felületű, de sajnos nem áttörtelem. Oldalt a motorkocsi sarkainál viszont nem kerültek sajnos kidolgozásra a kis fellépők, illetve az ütközők alatti kapaszkodók sem, emellett ami még kicsit hiányzik, az a szélvédő gumikéderének feketére festése. A megerenda kialakítása is megfelel az eredetinek, itt nekünk kell felszerelni a csavarkapcsot és a légtömlőket, amiből helyesen 4-nek van furat kialakítva. A pályakotró mindkét végen áttört és fix, a csomagban sajnos nem jár teli kotró, a pályakotró alapformája pedig enyhén kompromisszumos.
Az ütközők anyagokban színezett műanyagok, textúrájuk, felületük ezért egy picit eltér az alvász többi festett részétől. A motorkocsi aljára rátéve középen az egyik oldalt láthatjuk a szépen kidolgozott akkumulátorládát, a túloldalt pedig a gázolajtartályt és egy légtartályt. Alulról nézve a gyártó láthatóan törekedett leképezni a hajtóművet és a kardánokat is. A pályakotrók mögött megtalálhatjuk a légtartályokat is. Az oldalsó lépcsőket nekünk kell felszerelni, ezeket az alkatrészei zacskóban találjuk. Az eredetihez hűen 3 2-fogos lépcső mellett egy darab 1-fogosat kapunk, azonban az 1-fogoshoz tartozó az igazi járművön a forgóvázra rögzített alsó lépcső nem került kidolgozásra. A forgóvázak szépen sikerültek, itt prototipikus alkatrészekről beszélhetünk, amik formailag hűek az eredetihez. Jellegzetes a rugók kialakítása és a fékrudazat is. Azonban a tengelyvégeken a szerelékek itt is lemaradtak, a forgóvázak szimmetrikus kialakításúak, a kerekek oldalai martak, és megjelenik rajtuk a jármű kerékpárjaira jellemző oldalsó minta. A jármű festése alapvetően jól sikerült, itt most eltalálta a gyártó a színeket és a festési minta alapvető arányait. A felület egyenletes, selyemfényű. A maszkolások a tetőnél és a felső lámpánál található 1-2 apróbb ködösebb résztől eltekintve jól sikerültek, még elől az alsó lámpák környékén is sikerült megugrani, az egyébként nem egyszerű feladatot az MTB-nek. A modell feliratozása megfelelő, a korszakra jellemző minden piktogram felkerült a jármű szekrényre, ezek élesek és olvashatóak, az alváz azonban nem feliratozott. Elől a csillag jó méretű és a formájára sem lehet panasz a képekkel összehasonlítva, ahogy az oldalsó rombusz és a MÁV felirat, valamint a csík is helyes méretű és színű. Funkciók tekintetében a mozdony rendelkezik menetirány szerinti világítással, külön kapcsolható zárfényekkel, külön kapcsolható fülkevilágítással, és a nyáklapon található dip kapcsolóval függetleníteni tudjuk a felső fényszóró kapcsolását is igény szerint. A kasznit oldalanként 2-2 kis karom tartja az alvázon, leemelni a kaszni oldalának óvatos szétfeszítésével lehet. A mozdonyszekrényt leemelve elénk tárul az ismerős belső, plusz 22-es előkészítés és egy viszonylag letisztult nyáklap kapott helyet, az egyébként a csörgővel láthatóan rokonságot mutató belsőn. A világítás szalagkábelekkel jut el a paneltől a ledeket tartalmazó nyákokig. Ez a megoldás a gyártó többi mozdonyával azonos. 2 dip kapcsolót is találunk a panelen, az egyik a már említett felső fényszóró függetlenítésére való, míg a másikkal a fényszórók fényerejét tudunk kapcsolni. Sajnos tolatófény kapcsolása továbbra sem lehetséges. A nyáklap alatt található a lendítő kerekekkel ellátott motor, ami kardánokon keresztül hajtja a forgóvázakban a kerékpárokat. Tapadó gyűrű nincs, de a tekintélyes tömegnek köszönhetően megfelelő a vonóerő, hasonlóan a csörgőhöz, 6 darab áramszedős kocsival probléma nélkül megbirkózik a gép 3%-os emelkedővel is. A motorkocsi futása szép, egyenletes, lassú menete példás, még a legkisebb sebességgel sem rángat. A kerekek centrikusak, nem ütnek, a pályán a jármű futása egyenletes. A motorkocsi áttételezése is nagyon jól sikerült, 100 km körüli végsebességet mértem a trénkontrollerbe. A forgóváz alsó lemeze pattintós, ez alatt láthatjuk, hogy a tengelyek a csörgőhöz hasonlóan golyós csapádja vannak ellátva. A mozdonyáram felvétele nagyon alacsony, 40 km per órának megfelelő modellsebességen, gépmenetben 100 mA alatt alakul, de teljes sebességgel járatva sem kúszik tartósan 150 mA fölé, még emelkedőn sem. A motorkocsi rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami az általam próbált kapcsolókkal szépen tette a dolgát. Egyenesben összehúzta az ütközőket, ívekben pedig kellőképpen eltartott, mind húzott, mind tolt üzemmódban, üzembiztosan járatható. A minimálisan bejárható ívsugár 380 mm, ennél szűkebb íveken is el tud fordulni ugyan a mozdony, de itt már picit érezhetően szorul. A modell összeszerelési és alapvető minősége minimális javulást mutat a korábbi MTB mozdonyokhoz képest. A kaszni felülete itt már sima, nincsenek CNC megmunkálási nyomok rajta, azonban a tetőn elől a lámpáknál és oldalt a szellőző rácsoknál
található szerszámillesztési nyom. A kiegészítők felszerelése is szebbre sikerült, a kapaszkodóknál már láthatóan nem használt annyira gasztót a gyártó, azonban az oldalsó fehér kapaszkodókról bizonyos helyeken lepattoghat a festék, ez az én példányomon is látható. Érdekes ez, mert csak a fehér és csak az oldalsó kapaszkodóknál tapasztaltam, a bordó és a szürke kapaszkodókról egyáltalán nem jött le a festék. Gyanítom, itt magával a festékkel lesz a probléma. A belső összeszerelés hasonló a csörgőnél tapasztaltakhoz, jó munkát végzett itt a gyártó most, sem a hajtás, sem az elektronika terén nem találtam kifogásolni valót az én példányomon. Az utólag felrakható kiegészítők felszerelése ennél a modellnél ugyan pepecselős volt, mivel sok mindent kell felrakni, de minden beleillett a furatokba, azonban ragasztót szerintem továbbra is célszerű használni a biztos rögzítés okán. Elől egyedül a két egymás melletti légtömlő felrakása igényelt némi gyakorlást, itt ezek annyira közel vannak egymáshoz, hogy nem mindegy, hogyan fogjuk meg őket a csipesszel, mert könnyen le tudjuk verni a már felrakottat, ha nem figyelünk. A motorkocsi felhasználási területe a modellen megjelenített 6. korszakos állapotban, ha nem is univerzális, de azért elég széles körű, még úgy is, hogy egyelőre nem jelent meg hozzá sem betétkocsi, sem vezérlő pótkocsi. A járművünket befoghatjuk különböző rövidebb, elsősorban tolatós jellegű tehervonatok, trafószállító szerelvények, vagy egy permetező szerelvény élére, illetve a retro hétvégék megidézésére is alkalmas lehet a jármű, például két vékony csíkos BD kocsi élén, vagy esetleg más nosztalgiás vagy nem nosztalgiás járművek elé is passzolhat. Szerintem egy hiánypótló modell jelent meg ismét az MTB jóvoltából, ami a gyártó lehetőségeihez képest ugyan tartalmaz elsősorban a részletek tekintetében kinézetbeli kompromisszumot, de egy az alapformáját tekintve jól eltalált modellről beszélhetünk. Szerintem minőségi ugrás ez a korábbi, sok esetben torz, fals méretekkel rendelkező különböző kis szériás próbálkozások és építőkészletek után, amikből még komoly munkabefektetése után sem lehetett MD-re emlékeztető valamit faragni. Az analóg motorkocsi ára a videó készítésének pillanatában 79 000 forint körül alakul, ezért a pénzért szerintem egy jó futási tulajdonságokkal rendelkező, jól játszható modellt kapunk. Remélhetőleg majd egyszer készül vezérlő pótkocsi és betétkocsi is hozzá, mert az esetleges 4. és 5. korszakos kiadásokhoz elsősorban a saját szerelvénye illene a legjobban, még akkor is, ha használták ezekben a korszakokban is, mint tehervonatok, mind akár kékkocsis, sima személyvonatok élén is a motorkocsit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!